Köszöntöm a Bonyhádi Napló nézőit! Megszűnt a látogatási tilalom a Bonyhádi Kórházban is. A családtagok ugyan bemehetnek rokonlátogatásra az intézménybe, de csak nagyon szigorú szabályok betartása mellett. A rendelőintézetbe a betegek csak előszűrés után léphetnek be. Még mindig csak szigorú előszűrések után léphet be beteg a Bonyhádi rendelőintézetbe. Bár a vírus veszély megszűnt, Laufer Éva ápolási igazgató azt mondja, a megelőzés a leghatékonyabb módszere a fertőzés veszély kezelésének, így továbbra is szükség van a korlátozásokra. Tapasztalatai alapján az elmúlt időszak azt hozta magával, hogy csak az jön el a szakrendelésekre, akinek tényleg szüksége van az egészségügyi ellátásra. A rendelőintézet működésének szabályozása annyiban változott, hogy most már gyakorlatilag szinte minden szakrendelésünk beindult, és ugyanúgy üzemel, mint korábban. Viszont azok a szabályok, amikkel néhány héttel korábban beszéltem, hogy a pretriás sátron keresztül lehet bemenni, hogy telefonos előjegyzés szükséges, hogy telefonos vizit szükséges, maszkviselés, ezek változatlanul maradtak a továbbiakban is. Viszont úgy látjuk, hogy az előjegyzési időpontokat nagyon jól tudjuk tartani, tehát rövid időn belül, a legtöbb szakrendelésen nagyon rövid időn belül tudunk időpontot biztosítani a betegeknek egy telefonos vizit után, hogy személyesen is megjelenjenek, ha szükséges. Bár megszűnt az a szabály, hogy egy órában 4 beteget lehet csak fogadni, mindez nem okoz majd jelentősebb változást az ellátásban. Eleve azért a betegforgalom az nem is nagyon tud sokkal gyorsabb lenni, hiszen a betegekkel való foglalkozás az igényel annyi időt, illetve hát magának a sátornak az áteresztő képessége is limitált, de abszolút ki tudjuk elégíteni a betegeknek az igényét és szükségletét, tehát meglepő módon nem hogy nyúltak volna ezek a várólisták, hanem rövidültek a legtöbb szakrendelés esetében. A szabályok megváltozása egyben azt is magával hozta, hogy újra lehet látogatni a kórházban. De azért mindenképpen szeretnénk azt kérni, mindenkinek az az érdeke, hogy a beteg hozzátartozóját is védeni szeretné nyilvánvalóan, bár megértjük azt, hogy nagyon hosszú látogatási tilalom után óriási az emberekben a vágy, hogy a szeretteiket meglátogassák, de kérjük, hogy ezt nagyon körültekintően tegyék. Erre vannak konkrét szabályok is, amiket a mi intézményünknek is be kell tartani, de amellett az embereknek a józan eszére és ítélőképességére is nagyon-nagyon támaszkodunk, hogy természetesen csak egészséges, tehát légúti tüneteket, vagy Covid-ra utaló tüneteket, vagy egyéb fertőzésre utaló tüneteket mutató személy nem látogathatja a betegeinket. Egyszerre egy betegnél egy látogató tartózkodhat. Ez a védőtávolság megtartása miatt rendkívül fontos. Azt is nagyon fontos tudni, hogy vannak olyan kórtermeink, ahol pont ez a védőtávolság megtartása miatt egy kórteremben egyszerre csak egy látogató tud az építészeti körülményeink miatt tartózkodni. Emiatt limitáltuk a látogatás idejét 20 percben, pont azért, hogy mindenki, aki szeretne idejönni a szeretteit meglátogatni, annak lehetőséget tudjunk biztosítani. Az is egy nagyon fontos szabály, hogy nem lehet a korábbiakhoz képest csak olyan egyszerűen besétálni az osztályokra, hanem van egy beléptetési pontunk, ez a főportán keresztül történik, ahol egy egészségügyi szakdolgozó ugyanolyan előszűrést végez, ahogy a járóbeteg szakellátásban, tehát bizonyos fertőzésre utaló kérdéseket tesz föl, hőmérsékletet mér, és ennek a birtokában mehet valaki be az osztályra. Természetesen minden látogatónak szigorúan kötelező a maszk viselése. Ha valaki csak csomaggal akar kedveskedni beteg hozzátartozójának, azt naponta 1 és 3 óra között a főportán adhatja le. A kórházban naponta 3 és 7 óra között érkezhetnek a családtagok beteg szeretteikhez. Nívódíjat kapott Hitter Zsolt, modern kortárs táncpedagógus, a Bonyhádi Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Székhely Intézményének tanára. Az elismerés váratlanul érte a pedagógust. Nívódíjjal jutalmazta a Táncpedagógusok Országos Szövetsége Hitter Zsolt bonyhádi tánctanárt. A kitüntetés váratlanul érte, de nagy elismerésnek tartja, hogy ilyen fiatalon elmondhatja magáról, ő egy nívódíjas táncpedagógus. Nagyon meglepett a dolog. Nem is én, volt, aki előbb tudta, mint én. Egy volt csoportásom, kolléganőm gratulált először, hogy gratulál a díjamhoz, és akkor én majdnem visszaértem neki, hogy gyakorlatilag én nem neveztem sehova, tehát nem kaphatok díjat, de utána olvastam levélben, hogy a Táncpedagógusok Országos Szövetsége nívódíjban részesített. Ez a korrigálásképpen a modern tánc, kortárs tánc nívódíj. Megkérdeztem a titkát, hogy gyakorlatilag
mivel érdemeltem ki, és mondta, hogy hát a több éven keresztül nyújtott eredmények, a munkásságom adta az ajánlást, és akkor így az elnökség megszavazta, hogy az idei tanévben én legyek az egyik nívódíjas pedagógus. Táncos pályafutását már felnőtt korában kezdte, de az elért eredmények azt is mutatják, hogy soha nem késő új dologba belefogni. Én nagyon későn kezdtem a táncot, tehát én meglehetősen nagy hátránnyal indultam így a kollégákhoz képest, akik esetleg a táncművészeti középiskolában végeztek, vagy balettoztak, vagy esetleg színpadi táncos múlttal rendelkeztek, és onnan tértek át a tánc tanításra. Nekem gyakorlatilag nem voltak ilyen alapjaim. Én egy kezdő társas tánc csapatban táncoltam 19 évesen, és az akkori vezető Lőrinci Éva kérésére együtt megpróbáltuk a táncművészeti főiskolának az akkor induló társas táncpedagógus szakát, és akkor felvettek, és gyakorlatilag onnan indult az én pályafutásom. Közben azért voltak ilyen kitérők, hogy néptáncoltam, csináltam egy néptánc együttest Hidason, és ott 12 évig táncoltam, vezettem az együttest, tanítottam. Úgyhogy ez ilyen hosszú folyamat volt. Visszatérnék arra az időszakra, hogy indult itt Bonyhádon a tánc tanítás az alapfokú művészeti iskolában. Ez még a 2003-as évben Adorján Gyöngyi, az iskolának az akkori igazgatónője keresett meg engem, hogy ez a szándékuk, hogy a zene mellé egy táncművészeti ágat is indítsanak, és társas táncpedagógusnak engem kértek föl. És kérték, hogy ajánljak valaki mást is, aki más műfajban tudna még tanítani, és akkor ajánlottam a kolléganőmet, Szarvas Szilviát, ő modern táncpedagógus. És Szilvia olyan aktív volt, hogy rengeteg tanulója lett a modern tánc szakon. Gyakorlatilag pár év alatt annyi, hogy nem győzte már, és megkért, hogy vegyek át csoportokat a modern táncban. És innen indult az, hogy akkor elindultam a táncművészeti főiskolán másodszorra, de akkor már modern táncpedagógus szakon. Felvételt nyertem, nagyon-nagyon szerettem én oda járni, nagyszerű tanáraim voltak, és gyakorlatilag sikeresen el is végeztem. Időközben az arányok azért megváltoztak, mivel én társas tánc szakkal indultam, és akkor még az dominált az én órarendemben. Aztán ahogy teltek múltak az évek, egyre nehezebb volt már ugye fiúkat találni a tánchoz, és egyre kevesebben jelentkeztek a társas táncszakra, viszont a modern táncszakra nagy volt a jelentkezés, úgyhogy egyszer csak fölcserélődött a csoportok aránya, és több lett a modern táncos csoport, mint a társas táncos. Azóta ketten tanítják a gyerekeknek a modern táncot, illetve már Bátaszéken is van egy jó működő csoportjuk. A művészetoktatás nem iskola függő, tehát bárki jelentkezhet. Bármelyik bonyhádi vagy vidéki iskolából érkezhetnek a diákok a délutáni órákra. Gyakorlatilag az alapfokú művészetoktatás az egy felvételivel indul. Aki felvételt nyert, gyakorlatilag a 6 évet betöltött tanuló már jöhet. Az első osztálytól jönnek tanulók. Nekem is voltak az idei tanévben első osztályos kis tanulóim, és innen egészen föl a középiskola végéig, tehát gyakorlatilag 2 év előképző, 6 év alapfok és 4 év továbbképző évfolyamban tanítjuk a táncokat, és a 6. év, tehát az már 8 év tanulás után egy alapfokú művészeti vizsgát tehetnek a tanulók, illetve a 12 év végén, 10-esként, akkor pedig egy záró vizsgát tesznek. Szeptemberben, illetve augusztus végén lesz egy felvételi, mivel így a járványhelyzetre tekintettel nem tudtuk megejteni a június elején szokásos felvételinket, úgyhogy ezt most egy kicsit eltoljuk, és ez augusztus végén, szeptember elején lesz, amikor a társas, illetve a modern tánc tagozat felvételt hirdet. Koreográfiái és az azokat előadó diákjai sorra kiváló helyezéseket értek el az elmúlt években. Hitte Zsolt azt vallja, hogy a kemény munka meghozza a gyümölcsét, de van, hogy nem elég az elhatározás, a kitartás, ilyenkor jó, ha van melletted valaki. Az utóbbi években nem volt olyan produkcióm, ami ne került volna dobogóra, sőt volt olyan, ami maximum pontszámmal első helyezett lett országos versenyen, tehát így ebből a szempontból azért büszke vagyok a tanítványokra.
Hát ez az út azért a sikerekhez azért elég rögösen indult, tehát azért hosszú-hosszú éveknek az eredménye az, hogy idáig eljutottam, illetve eljutottunk, mint a táncosokkal együtt. Nem volt könnyű, mert, mint említettem, nem táncosként indultam a pályán, tehát nekem gyakorlatilag a főiskolán kellett megtanulni a legtöbb elemet, és ebben nagyon-nagyon nagy segítségemre volt a kolléganőm Szarva Szilvia modern táncban, hiszen ő nagyon sokat segített a technikákban, gyakorlatokban, bevett előadásokban, tehát mindenben úgy mondhatom mentorom volt. Bár nagyon szereti a munkáját és a gyerekek tanítását, mégis új kihívás elé nézett akkor, amikor felnőttek oktatásába kezdett. A felnőtt oktatást azt nagyon szeretem, felnőttekkel teljesen másként kell bánni, úgymond. Nagyon-nagyon jó hangulatú órák szoktak lenni, mert igazándiból nincsen úgymond követelmény a felnőttek részéről. Tehát az a lényeg, hogy jó hangulatban teljen el az óra, és gyakorlatilag sikerüljen azért nekik egy kis élményt nyújtani a táncból. Stekl Zsuzsa munkásságát elismerés övezi, tűzzománcai híresek, és rendszeresen érkeznek hozzá más alkotók eltanulni a mesterség fogásait. A koronavírus járvány inspirálóan hatott rá, mesélte, így számos új alkotással gazdagodott az életmű. A tihanyi művésztelepről hazaérkező alkotót otthonában látogattuk meg. Stekl Zsuzsa otthonában jártunk, és ha valaki nem tudná, hogy egész életét kitölti a tűzzománc készítés, a falakra tekintve biztosan hamar rájöhetne, hova is érkezett. A vírus járvány sok ember számára hozott nehéz időket, ami mosolyogva azt mondja, inspirálóan hatott rá a bezártság. Jól éreztem magam, ugyanis nem jött senki, nem kellett mennem sehova, nem szabdolták ketté a napomat, egészen dolgozhattam, reggeltől estig dolgoztam. Amikor embernek van nyugalma, és nem kell mindenféle dolgokra koncentrálni máshova, hanem az, hogy most azt csinálom, amit végre szeretnék, ami végre van időm arra, hogy a belső hangra figyelhessek igazán, akkor lehet jól dolgozni. Nekem ez így jó volt. Hát láttok itt vagy néhány képet, amik most a karantén alatt készültek. Egyedül, ami hiányom volt, az unokák időnként hiányoztak, és amikor nagyon hiányoztak, akkor az unokákat vettem elő gondolatban. És csináltam a Gergő unokámból Jézuskát, a kis Bernáv unokámból szintén Jézuskát. Aztán, amikor a férjem uram fogta a Gergőt, ő belőle lett a Szűz Mária, tehát a mozdulatot használtam föl, és azt abból lett egy. Igen, itt látszik is, Gergő és János, a Szűz Mária és Jézuska. Tehát hogyha nagyon kellett a családom, akkor csináltam belőlük egy szent családot, tehát foglalkoztam velük is. Ki lehet fejezni a szeretteink hiányát ilyen módon is, mondja Stekl Zsuzsa. Én így voltam nagymama azokban a napokban. Most a karanténes sok-sok munka is a tihanyi tábor után. Én már készülök a következő nagy akciómra, ami júliusban lesz, a következő 14. ZAB táborom. Ez azt jelenti, hogy meghívok évente 4-5 kollégát, most idén 4-et, akik a műhelyemben egy hétig itt laknak nálunk, fönn a vendégszobában, műhelyben dolgozunk együtt, kapnak szállás, kaját, műhelyt, anyagot, minden teljesen grátis. Csupán azért, hogy együtt gondolkodjunk, együtt dolgozunk, a szakma fejlődéséért. Ez nekem fontos. Tanulunk egymástól.
Mindenkinek van valami kis mozaikja, amit ha összalakunk, abból jó dolgok sülhet neki. Sok olyan dolog van, amit nem tanítanak igazán sehol, csak a tapasztalat, évek tapasztalata alapján lehet összerakni, és akkor itt valami mindig összejön. Mindenkinek hasznos lesz a végén. Már évtizedek óta dolgozom a szakmában, nem mondhatom, hogy mindent tudok. Egy-egy ilyen közös tábor kapcsán olyan szellemi és szakmai inspirációk érkeznek, melyek újabb lehetőségeket mutatnak meg. Ezért szervezem ezeket az összejöveteleket. Mint ahogy az akvarell készítése is egy másik útkeresésének eszköze, meséli Zsuzsa. Balatonon voltunk Tihanyban, a Tihany Gyöngye villában van egy alkotótábor tavasszal és ősszel, szezon elején meg szezon végén. Ez egy meghívásos magántábor. Nemesanszki András a tulajdonos, egy fantasztikus ember. Meghív 8-9-10 alkotót, amíg éppen kényelmesen elférünk a házban, és mindenki azt csinál, amit akar. Stegetünk, rajzolgatunk, akármit csinálhatunk, ő állja teljes ellátásunkat. És a végén, aki olyan, az hagyott egy-két képet, ha olyan kedve van, hanem akkor az sem gond. Ez nekem azért különleges, mert hogy az ománciám nagyon klassz dolog, és mindig a szívem csücske, de néha jó kirándulni a merevek az ománcból a lírai akvarelbe. És én olyankor a Balaton akvarellezek. És a Balaton színei olyan lenyűgözőek, hogy fantasztikus. A Balaton vízének a színének a változása az egyszerűen fantasztikus. A Tihanyi táj ott az apátsággal a háttérben gyönyörűséges. És hát a csapat, a társaság is egészen más. Én szeretek egyedül dolgozni, de néha kell a társaság. Ezért szeretem ezt a művésztelepet is, és ezért szeretem a Tolnai Bárkát is, mert időnként jó összejönni a kollégákkal. Ez a pihenésem, szó szerint a pihenésem. Mert egy alkotó ember, ha két hétig elmegy nyaralni, és csak két hétig nem csinál semmit, az nem, olyan nincs, az nem lehet. Az ennek a lelkét feszíti, hogy valamit csinálni kell. Hát akkor olyan tudok csinálni, amire ott lehetőség van, ott kemence nincs. Tehát van rajz, van ceruza, van ecset, van akvarell, ott azt csinálom. Vihetnék magammal akrilit vagy olajfestéket is, de az nekem, az tőlem messze van. Az akvarell az egy gyors műfaj, legalább olyan gyors, mint számomra az ománc. Hamar van sikerélmény, hamar kell, ahogy az akvarell megszárad, a papír, annak készen kell lennie. Ha újra vízezel, akkor már bedöglik, az már nem igazi. Tehát egy gyors műfaj, illik az én tempómhoz, egy életmusomhoz. Ezért is szeretem. És csak egyszer lehet elrontani. Lehet utána dögögyözni még, de az már sose lesz jó. Egyik másik akvarellből lesz ománc, igen. Amikor olyan a téma, akkor úgy állok neki már az akvarellnek is, hogy ebből ománc lesz. Tehát, részletesebben festegettem meg, hogy több legyen az emlékképen belőle, ne csak a pillanatnyi lápány, hanem legyen konkrét emlékem, amikor majd dománcot tudok csinálni. Most jól vagyok, mondja mosolyjal az arcán, és nagyon készülök a júliusi közös munkára. Reményeink szerint mi is beleshetünk majd az alkotási folyamatba, és megmutathatjuk önöknek, hogyan dolgozik négy tűzománc készítő, ha közösen kell alkotni. A városszépítés egyik eszköze a Virágos Bonyhádért akció, mely hosszú évek óta népszerű a családi házakban élők, de a gazdasági szervezetek és lakóközösségek számára is. Az idei esztendőben is megszületett a kiírás, melyre a törzsközönség el is kezdte beadni jelentkezését. Bonyhád köztereinek virágos átételét kiemelt figyelemmel kísérik a polgármesteri hivatal szakemberei. Ám annak érdekében, hogy az ide érkezők egy virágos város érzetével távozzanak, az itt élőknek és a helyben működő gazdálkodóknak is tenniük kell. A virágos Bonyhád kezdeményezés közel egy évtizede alatt már majdhogy nem kialakult az a kör, akik rendszeresen részt vesznek a kezdeményezésben. Bonyhád város önkormányzata, a Bonikola NKFT, illetve a Kolónia Alapítvány idén is meghirdette a Virágos Bonyhádért akcióprogramot. Nevezési határidő egészen augusztus 8-áig van. Nevezni három kategóriában lehet, családi ház, társasház, illetve intézmény és gazdálkodó szerv kategóriában, hiszen minden más kategóriában mást is más szempontokat kell figyelembe vennünk. Az akció lényege, hogy a közösségi tereket ugye az önkormányzat, illetve a Bonikom Kft. Virágosítja, szebbé teszi, de a város összképéhez hozzájárul az is, hogy a családi házak, illetve gazdálkodó szervek és a társasházak is a balkonjaikkal hozzájáruljanak egy virágos, kellemes környezetet biztosító látványhoz. Tapasztalataink azok, hogy korábbi években a rendszeresen jelentkezők már beadták a jelentkezéseiket. A jelentkezési lapok elérhetők a Bonyhád honlapján, a www.bonyhad.hu, innen le is tölthetők. A város közösségi oldalán is fent vannak a jelentkezési lapok, papír alapon a
az önkormányzatnak a portáján is elérhetők, de aki szeretné, az telefonon is bediktálhatja az adatait, és ott is szívesen felvesszük az adatokat. A zsűrizés az úgy zajlik, mint a korábbi években. Két időpont közül lehet választani a regisztráció során. Július 6 és 10-e, illetve augusztus 10 és 14-e között megyünk majd szemlézni. Benevezni többféle módon lehet. Egyrészt alanyi jogon mindenki a saját munkájával és kreativitásával elindulhat. De ha valaki ismerősét, barátját, rokonát akarja benevezni, azt is megteheti. A díjazáshoz a korábbi évektől eltérően most egy őszi virágosító, illetve környezetszépítő program keretében kerül átadásra. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!